Tudatosan a jövőért címmel egy kis film is készült, amely az udvarhelyszéki termelők együttműködésének lehetséges sikereit vázolja fel. Ezt is bemutatták azon a találkozón, amelyet a gyulafehérvári Caritas vidékfejlesztést célzó projektjeként tartottak Székelyudvarhelyen. Az esemény fő támogatója a helyi polgármesteri hivatal, amely szintén arra összpontosít, hogy a helyi intézményekbe eljussanak a helyi termékek. A résztvevők között mindkét oldal képviseltette magát, a termelőknek és a különböző intézmények vezetőinek így lehetőségük nyílt a nap folyamán újabb kapcsolatokat kiépíteni. Ezekkel a szervezetekkel közösen próbálunk egy olyan kezdeményezves kampányba belekezdeni, ahol a tudatos vásárlásról és az egészséges életmódról fog szólni ez az egész együttműködés. És ez a mai nap az első lépése ennek úgymond projektnek az elindulásához. Az együttműködést egy stabil, négylábú székként emlegették, a helyi gazdaságok megmaradását a kistermelőket foglalkoztató átalvető, a középvállalkozásokat tömörítő gobétermékek, valamint a szintén közösség alapú székelygyümölcs összefogásában látják a helyi polgármesteri hivatal támogatásával. Mindemellett a gyulafehérvári Caritas is arra törekszik, hogy projektjében népszerűsítse, táplálkozási szokásaink nagy mértékben befolyásolják nem csak egészségünket, hanem életminőségünket is. Szinte legendás volt az együttműködésről, a rendtartó székely falu, a régi falutörvények, a régi szokásjogaink, a sújtásos legelőhasználat, a vetésforgók mind-mind részei voltak ennek a kultúrának, és gyakorlatilag ezen áll vagy bukik népünk jövője. Ha nem tudunk együttműködni, és a kompetíció a piacgazdaság versenyében állítjuk be fajtánkat, akkor el fogunk veszni ebben. Az eseményen olyan témakörökben hangzottak el előadások, mint az egészséges életmód, élhető környezet, valamint a probléma megoldó képességeink visszaszerzése. Az elhangzottak alapján a gazdáknak is fel kellett ismerniük az együttműködés lehetséges sikerét. Együtt mégis könnyebb. Itt ugye feldobták azt a témát, hogy fontos az, hogy egymásért ne versenyezzünk, hanem egymásért legyünk, hogy együttműködő legyen ez az egész. Ezt ha meg tudjuk érteni, akkor ez nagyon nagy előrelépés lesz. Több intézményvezető is jelen volt. A Városi Kórház főigazgatója Lukács Antal az elsők között vette fel a kapcsolatot a helyi termelőkkel, így ma már a környéken termett friss zöldséget és gyümölcsöt használnak a betegek napi menüjének elkészítésekor. De nem csak náluk, hanem az Eszterlánc napközi otthonban is nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmódra. Örülünk, hogy végre olyan terméket adhatunk, és olyan élelmiszereket a gyerekeknek, amelyek által az egészséges életmód szolgálatában állhatunk, és ugyanúgy a helyi termelőket is segíthetjük. Az esemény a nap további részében kerekasztal beszélgetéssel folytatódott két témában, mind a termelőknek, mind pedig a tudatos vásárlóknak lehetőségük nyílt megosztani tapasztalataikat.